Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Teleki Zoltán, rendőrőrnagy, Karcagváros rendőrkapitánya. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket, és örülök, hogy újból itt lehetek. Szeretjük mi is, amikor itt van, mert mindig újdonságokkal tud nekünk szolgálni. Tehát az évvége, kapitány úr, mennyire sokasodtak meg a bűncselekmény számok? Ugye tudjuk, hogy évről évre sajnos ünnepek környékén, ünnepek előtt, két ünnep közt azért elég sok bűncselekmény történik. Pozitív hírekkel tudok szolgálni. Természetesen a rendőrség kifejezetten a évvégi ünnepekkel kapcsolatosan is intézkedési tervvel készült az ünnepek kapcsán megjelenő jogsértések visszaszorítása, megelőzése érdekében. A legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre fektettük. Biztosan észrevehették a városban lakók, illetve a környező településen élők, hogy egyre több rendőr van az utcán. Úgy gondolom, hogy minél nagyobb közszereti jelenlét van a rendőrség részéről a közterületeken, annál inkább meg tudjuk előzni a bekövetkezendő bűncselekményeket, jogsértéseket, és mindent ennek rendeltünk alá. Elmondhatom, hogy jóval sikeresebb évet zártunk, mint a korábbi esztendőkben, és az év vége is problémamentesen, kevés jogsértéssel zárult. Én emlékszem a tavalyi évvégi interjúnkra, amikor ugye fölhívta a figyelmet arra, hogy az idősebb személyek főleg táskát a hóna alatt vigyék az emberek, figyeljenek oda, a pénztárcát hova tegyenek, stb. És utána januárban ugye megint volt egy interjúnk, amikor beszámolt a bűncselekményekről, az ünnepek körüli jogsértésekről, és hasonlók fordultak elő, ha ugye mondta, hogy nem is nagy számban, de tehát ilyen úgymond zsebelések itt a főtéri forgatagban például. Karcagra ez egyáltalán nem volt jellemző, viszont volt olyan településünk, például Kisújszállás, ahol sajnos jelent meg zseblopás. Valószínűleg nem is helyi elkövetők voltak. A területünkön nem jellemzők ezek a zseblopások. Természetesen az ünnepek előtt minden fórumon, ahol lehetett, már fölhívtuk a figyelmet, hogy a lakosság az értékeire hogyan vigyázzon, hogyha hosszabb időre távozik el otthonról a lakást, hogyan zárják, hogyan gondoskodjanak annak felügyeletéről, illetve hát a piaci forgatagban hogyan vigyázzanak értékeikre. Ennek ellenére azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem történt ilyen jogsértés, de jóval kevesebb számban, mint az a korábbi években előfordult. Petárdákkal, tűzijátékokkal kapcsolatban voltak-e jogsértések? Miről tud nekünk beszámolni? Folyamatosan ellenőriztük az ünnepek előtt azokat a helyeket, akik legálisan rendelkeztek engedéllyel ezeknek a tűzijátékoknak, petárdáknak, a tűzijátékoknak a forgalmazására. Petárdát ugye azt nem lehet árulni, tehát továbbra is azt tiltja a jogszabály. Ennek ellenére a városban hallható volt többször a dúroktatás. Történt több sikeres elfogásunk is ilyen esetben. Ugye legtöbbször fiatalok azok, akik ezeket a petárdákat használják. Sikerült egy olyan vonalat is felgöngyölítenünk, ahol nem csak magát, azokat a fiatalokat állítottuk elő, akik petárdáztak a főtéren, hanem megtaláltuk azt a szemét is, akiktől ők vásárolták. Természetesen a szankció az nem kismértékű lesz, ami majd ebben az esetben kiszabásra kerül, vagy már kiszabásra került. Nagyon veszélyes különben a petárdázás. Szoktak-e esetleg ezzel kapcsolatban bármiféle bemutatót, felhívást tartani? Ugye itt elsősorban gondolok például az iskolákra. Tehát amikor meghívják önöket mondjuk előadásokat tartani, akkor ilyesmi szóba kerül-e különböző előadásokon? Ugye hallani sokszor minden évben ilyen rémhíreket, hogy leszakadt az ujja, kilőtte a szemét petárdával. Tehát azért nem vicc ez a petárdázás. Természetes, minden média tudósít egy-egy ilyen balesetről, és ugye elég nagy visszhangot, nagy port kavar föl. Az iskolarendőrök, a bűnmegelőzési tanácsadó, akihez tartoznak iskolák Karcagon, ő természetes, hogy ilyen jellegű felvilágosító tevékenységet is végez, és az ünnepeket megelőzően fölhívtuk ezekre a veszélyekre is a figyelmet. Ugye átléptünk az új évbe, már január vége van, és általában szoktunk évértékelő interjúkat készíteni. Most egy picit értékeljük, arra kérem, az elmúlt esztendőt. Hogyan látja, mennyire volt nyugalmas a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területe? Természetesen számadatokkal nem lehet szolgálni.
ez nem is az én tisztem. Magát a folyamatot talán azt tudnám jellemezni. Az elmondható, hogy az elmúlt 5 év legalacsonyabb bűncselekmény számát regisztráltuk az elmúlt esztendőben, ami jóval alacsonyabb volt, mint az azt megelőző évi. Bocsánat, ez mit gondol, hogy minek köszönhető? Mindenképpen több oldalról kell megközelíteni ennek a kérdésnek a megválaszolását. Az egyik az a fokozott közszeti jelenlét, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és a megelőzés. A másik természetesen nem hagyható figyelmen kívül a készenléti rendőrség megerősítő ereje, ami az elmúlt esztendőben és jelenleg is folyamatosan a területünkre volt diszlokálva, hogy úgy mondjam. És a harmadik része az a legszigorúbb szankció, amelyet minden esetben megpróbálunk érvényre juttatni a bűnelkövetőkkel, a jogsértőkkel szemben. Azt elmondhatom, hogy az elmúlt esztendőben 110 darab bűnügyi őrizetbevételt foganatosítottunk, ami az elmúlt esztendő, tehát a 2012 éves évhez, ha viszonyítom, annak is a duplája, de a korábbi esztendőknek a 4-5-szöröse. Tehát amennyiben a törvényi feltételek fennálltak, akkor mi minden esetben éltünk az őrizetbevétel lehetőségével, és előterjesztést tettünk az előzetes letartóztatás indítványozására, hiszen úgy gondolom, hogy ha előzetes letartóztatásba kerül az elkövető, és őrizetben van, egyrészt a büntetőeljárás gyorsabban tudjuk befejezni, hisz a jelenléte folyamatosan biztosított, egyfajta elrettentő ereje lesz a többi bűnelkövető számára, illetve egy kicsit átgondolja, átértékeli az az ember, hogy valóban megérje bűnözni, és lehet, hogy amennyiben szabadul azt követően, akkor egy kicsit már másképp látja a világot. Térjünk még egy picit vissza, mert megszakítottam a gondolatmenetét, tehát azt mondta, hogy az elmúlt 5 évet tekintve a legalacsonyabb volt a bűnesetek száma. Mivel tud még nekünk szolgálni? Ezzel párhuzamosan viszont pozitív hír, hogy a nyomozati eredményességünk az másfélszeresével javult, mint a korábbi évben. Tehát egyrésztről csökkent a bűnesetek száma, másrésztről pedig a rendőrség sokkal hatékonyabban tudott fellépni a jogsértőkkel, bűnelkövetőkkel szemben. És hogyha a korábbi éveket nézem, azt is meg tudtuk állapítani, hogy az elmúlt 5 év legmagasabb nyomozati eredményességét tudta produkálni a rendőrkapitányság, amihez természetesen a kollégáim áldozatos munkája nélkül, ami nem jöhetett volna létre. Gratulálunk ezekhez az eredményekhez. Hogyha megint nem statisztika, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy a karcagi kapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közül melyik a legaktívabb, olyan tekintetben, hogy a legtöbb bűncselekmény jogsértés történik, és melyik a legnyugodalmasabb? Van az ORFK, a police.hu honlapján az úgynevezett bűnügyi térkép, amit mindenki meg tud tekinteni. Én igazából nem tennék itt különbséget, illetve nem is tisztem, hogy én itt a települések vonatkozásában bármilyen nyilatkozatot tegyek, hogy esetleg melyik a legfertőzöttebb, melyik a kevésbé fertőzött. A rendőrség teszi a dolgát, és a mi dolgunk az, hogy minden településre egyforma közbiztonságot, közrendet biztosítsunk. Jó, akkor úgy kérdezem, Karcag hol lehet ezen a skálán? Én csak azt tudom mondani, hogy a bűnügyi térképet megtekintheti bárki, aki nyilvános, és ott meg tudja nézni azokat az adatokat, amelyek egy 30 napos eltolódással, de természetesen aktuálisan megjelennek. Jó, meg fogjuk nézni. Milyen típusú bűncselekmények fordultak elő a leggyakrabban az illetékességi területen? Mi a legjellemzőbb? A legjellemzőbb bűnesetek továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények, amelyek korábbi években kb. 70%-át tették ki az összbűncselekményen belüli aránynak. Pozitív hír, hogy ez egy ilyen 65-66%-ra csökkent, magyarul kevesebb vagyon elleni bűncselekmény történt az összbűncselekményeken belül. Tehát ez egy pozitív irányú folyamat, hiszen leginkább ez sérti az emberek szubjektív biztonság érzetét, hogyha a vagyontárgyaikat eltulajdonítják, hogyha az ingatlanjukba behatolnak, ha lezárt kerékpárjukat elviszik, és ezt sikerült. Természetesen ez nem vigasz annak a személynek, akinek esetleg a rendőrség nem tudta földeríteni a sérelmére elkövetett bűncselekményt, vagy nem tudta visszaadni az eltulajdonított dolgát, de egy pozitív folyamat elkezdődött, úgy gondolom, ebben a vonatkozásban. Volt-e például gyilkosság? Történt-e?
emberölés egy történt az elmúlt esztendőben, ez Kisújszállás, december elején történt Kisújszálláson, egy nagyon sajnálatos emberölés volt, 20 percen belül a kollégáim elfogták, a helyi kollégák az elkövetéssel gyanúsítható fiatal embert, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Ez az egy történt? Ez az egy emberölés volt. Az nem sok. Így is lehet nézni, sajnálatos, hogy történt, de... Én úgy gondolom, hogy ebből a fajta bűncselekményből az egy is sok. Ez viszont egy olyan jellegű esemény volt, amit rendőri eszközökkel nem lehetett volna megelőzni, csak esetleg, hogyha 24 órában ott állt volna a rendőr a ház előtt. Rendszeresen felhívással, különböző felhívásokkal fordulnak a lakosság felé. Mennyire van ezeknek foganatja? Tehát például itt gondolok az idősekkel kapcsolatos felhívásokra. Úgy gondolom, hogy van foganatja. Folyamatosan kapunk is jelzéseket, amikor házalóautókat látnak, amikor idegen személyeket látnak, viszont ezt úgy gondolom, hogy nem elég sokszor elmondani, tehát továbbra is csak azt tudom mondani, hogy bizalmatlanok legyenek az idősek az idegen személyekkel szemben, ne dőljenek be mindenféle trükknek, hogy az önkormányzattól valamelyik közműszolgáltató munkatársaként bejelentkezve próbál meg az ingatlanba bejutni, szóljanak a rendőrségre nyugodtan, hogyha nincs félnivalója az ott megjelent személyeknek, akkor meg fogják válni a rendőröket, hogyha pedig nem tisztességes úton járnak, akkor vagy eltűnnek addigra, vagy a rendőr jobb esetben kiér és tudja igazoltatni, és már is meg tudtunk előzni egy bűncselekményt. Mi minden esetben azonnal reagálunk és várjuk ezeket a jelzéseket. Tehát ugyanom ezt nem elégszer hangsúlyozni, ahol csak lehet, mindenhol felhívásokat teszünk közzé. Ezzel kapcsolatosan a helyi újságokban, az egyes művelődési házak hirdetőtábláján, önkormányzatoknál is továbbra is arra kérném a lakókat, és arra kérném a fiatalabb generációt is, hogy a szülők, nagyszülők vonatkozásában vigyék tovább ezt a fajta bizalmatlanságot, hisz a családtagokat ismerik, őket nyugodtan beengedhetik, de amennyiben idegen próbál meg bejutni az ingatlanba, mindig legyenek fenntartással. Nézői észrevétel az, hogy tehát gyakorlatilag beszédtém a városban, és azt kérem, hogy reagáljon erre a felvetésre. Milyen változás történt a rendőrségnél a városi telefonvonal felvételével kapcsolatban? Lehet arról hallani, hogy tettek bejelentéseket, és aki fölvette elvileg a karcagi ügyeleten, az megkérdezte, vagy visszakérdezett, hogy hol van például a Kacsó utca, hogy az merre van, vagy merre van a Kossuth tér. Hol csörög ez a városi telefon? Hivatali munkaidőben a városi telefon a karcagi rendőrkapitányságon csörög. Amennyiben hivatali munkaidőn túl vagy hétvégén tesznek a városi telefonszámon bejelentést, akkor az a megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába jelez, és onnan természetesen, ha szükséges, kapcsolják a helyi kollégát, vagy pedig onnan azonnal ugyanúgy tudják küldeni a rendőrt az adott címre. Tehát akkor gyakorlatilag Szolnokon csörög hivatali időn túl a telefon, és ezért fordulhat az elő, hogy megkérdezik, hogy Karcagon hol van például a Kossuth tér. Így van. Tehát előfordulhat ilyen. Tehát. Jó. Mikor tart legközelebb fogadóórát? Keresi-e önt a lakosság? A lakosság folyamatosan keres. Minden hónap első hétfőjén 10 órától van a rendőrkapitány fogadóórája, de természetesen amennyiben nem olyan elfoglaltságom van, ami nem engedélyezi, hogy valakivel azonnal tudjak eszmecserét folytatni, akkor minden esetben készséggel állok bármikor bárkinek a rendelkezésére. A tegnapi nap is 2 olyan soron kívüli bejelentő érkezett hozzám, akiket igaz, hogy egy kb. 10 perces várakozás után tudtam csak fogadni, de minden gondjukat megpróbáltuk orvosolni. Elindult az ősszel az iskola rendőre program, ha jól tudom, akkor nem régen tartottak ezzel kapcsolatban egy értékelést. Hogyan működik ez a program, beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket? Ez a bűnmegelőzési tanácsolói program, amiről gondolom most beszélni akarunk. Az iskola rendőr program az már évek óta működik, természetesen folyik az is párhuzamosan, viszont szeptember elejétől egy úgynevezett prevenciós tiszt lát el szolgálatot az illetékességi területünk 2 középiskolájában, a Varró István szakiskolában és Kunhegyesen a Nagy László szakképző intézményben.
Ennek a prevenciós tisztnek a feladata a 14-18 év közötti korosztály felvilágosító, bűnmegelőzési jellegű képzése. Az elmúlt hét hétfőn egy értékelő konferenciára került sor Szolnokon, ahol a megye összes prevenciós tisztje és azon intézmények vezetői, illetve Klebersberg intézményfenntartó központ vezetői jelentek meg, akik érintettek a programban. Meg kellett állapítanunk, hogy habár kicsit döcögve indult el ez a program, és igazából az elején még senki nem tudta a helyét, egy teljesen újfajta együttműködés kezdődött, hogy nagyon pozitív irányban történtek előrelépések, és megállapítottuk azt is, hogy ennek a programnak a folytatására szükség van a továbbiakban is. Kábítószerfogyasztás, kábítószerkereskedelem tekintetében hogyan látják, hogy ez a bűnmegelőzési tanácsadás, ez hatékony-e? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ez ügyben vannak-e újabb fejlemények? December hónapban két intézménynél is jelen voltunk, ahol nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak tartottunk ilyen jellegű felvilágosítást, egyrészt drogprevenciós felvilágosítás, másrészt, hogy milyen jogsértések fordulhatnak elő az iskolában, meddig terjed a hatásköre a pedagógusnak, és honnantól kell, hogy belépjen a rendőrség. Az egyik ilyen tanácskozásra az Arany János általános iskolában került sor, ahol szinte az egész tantestület jelen volt, a másik ilyen megbeszélésre pedig a Kovács Mihály általános iskolában a Klebersberg intézmény fenntartó központ közreműködésével, az ő szervezésében került sor, ahova meghívtuk a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetőjét is, hiszen nekünk azt kell megmutatni, hogy milyen veszélyei vannak a kábítószerfogyasztásnak, illetve mik azok a jogsértések, amik az iskolába előfordulhatnak, és azt hogyan tudjuk megelőzni. Mi a teendője ilyenkor a pedagógusnak, illetve a rendőrségnek? Említette, hogy az illetékességi területen folyamatosan jelen van a készenléti rendőrség egysége. Meddig lesznek még ők itt a környéken, és milyen akciókban vesznek részt? Ha jól tudom, akkor a múlt héten is történt valami Kunmadarason. Készenléti rendőrség előreláthatólag április végéig folyamatos szolgálatot lát el heti váltásban. Érkeznek jelenleg az elszállásolásuk Berekfürdőn, történik, és hetente váltakoznak a szolgálati csoportok, folyamatos 24 órás rendőri lefedettséget biztosítunk minden településen. A készéti rendőrség Kunmadaras és Kenderes településen lát el szolgálatot, őket onnan nem is szoktuk elvezényelni, csak különösen indokolt esetben lehet, viszont december elejétől beindult egy úgynevezett 5.24-es program, ami 5 megyét érint, és az 5 megyében lévő települések 24 órás rendőri lefedettségét célozza. Magyarul, hogy 24 órában a közterületen mindig elérhető legyen a rendőr. Magyarul túlóráznak a rendőrök. Így van, a rendőrök egyfajta túlórás szolgálatot végeznek, és biztos észlelhette mindenki a településen, hogy már nem csak egyenruhában, hanem úgynevezett bevetési ruhában is találkozhat rendőrökkel, akik természetesen ugyanolyan rendőrök, mint az egyenruhás rendőrök, ugyanolyan jogosultságokkal bírnak, és ennek a célja továbbra is a közrend, közbiztonság még inkább történő megszilárdítás és a jogsértések megelőzése. Ön szerint hatásos lesz ez, hogy egyre több, tehát tényleg lehet látni, hogy köröznek a rendőrautók, tehát szerintem nem tudok én se úgy eljutni például egy boltba se itt a városba, hogy néhány rendőrautóval, vagy tényleg ilyen bevetési ruhás rendőrrel ne találkoznék. Visszaszorítja ez? Úgy gondolom, hogy már is hatásos. A napi értékelő elemző munka során én látom a pozitív hatásokat, és ezt a rendőri erőt a frekventált időszakokban, hétvégén, a szórakozó helyek környékére, illetve a bűnügyileg fertőzöttebb részekre irányítjuk, és ezáltal ismételten a megelőzés, illetve lehetőség szerint amennyiben jogsértés történik, annak az elkövetőjének az azonnal történő elfogása a célunk. És visszatérve a kunmadarasi esetre, ugye egy héttel ezelőtt egy sajnálatos fiatalkorú sérelmére elkövetett rablás történt Kunmadarason, egy iskolából hazafelé tartó
gyermekkorú személyt bántalmazott két fiatalkorú helyi lakos, és a táskáját vették el. Annak ellenére, hogy egy kicsit későn, körülbelül másfél-két óra múlva jutott a tudomásunkra a bűncselekmény, a kollégáim két órán belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyeket, akik azóta már a debreceni javító-nevelő intézetben töltik előzetes letartóztatásukat. Tehát még egyszer el tudom mondani, hogy nem éri meg bűnözni jelenleg az illetékességi területünkön. Ez a úgymond túlórázó bevetési egység gyakorlatilag, tehát hogy plusz szolgálatokat vállalnak a rendőrök, ez meddig fog tartani vélhetően, és nem fáradnak el? Hát, hogy pontosan meddig fog tartani, még... Tehát ennek nincs egy ilyen időintervallum kerete? Most egyelőre ez tart. Az, hogy majd meddig tart, februárban biztos, hogy fog újból tartani. Aztán, hogy elfáradnak-e a kollégák, vagy nem fáradnak el, természetesen ezt azért mi is próbáljuk figyelemmel kísérni, illetve a vezetők is, és azért próbálunk arra törekedni, hogy mindig kipihentés és intézkedésre képes aktív rendőrök legyenek a közterületen. Egy pályázat keretében még augusztus 19-én egy rendőrségi áldozatvédelmi roadshow-t tartottak a nagykunsági kulturális napok keretén belül, valósult ez meg. Egy nagyon látványos, nagyon jó program volt. Mit lehet erről tudnunk, hogyan sikerült ez akkor, és hogyha jól tudom, akkor most lesz folytatása? Így van, a megyei rendőrfőkapitányság egy pályázaton közel 114 millió forintot nyert, és ez 2013. április 1-től 2015. március 31-éig tart ez a program. Ennek keretében került ez az első roadshow megszervezésre, és ebben vállalták a helyi kapitányságok, hogy fél évente egy-egy ilyen roadshow-t szerveznek. Én úgy gondolom, hogy ez az első roadshow ugye elég jól sikerült, és regisztráltuk is az ott megjelenő részvevők számát, ami egy több mint 200 fő volt. Itt a múzeumparkban volt fölállítva az a sátor, ahol fegyverzeti bemutatót tartottak a kollégák, illetve a megyei bevetési osztály tartott egy színvonalas bemutatót, védett vezetőt ért támadás esetén annak az elhárítása, nyomkövető kutyák, illetve kábítószer kereső kutyák bemutatójára is sor került. Természetesen ebben a programban együttműködünk a megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatával, illetve a kistérségi többcélú társulás humánszolgáltató központjával. Ennek a folytatására fog most február 6-án ismételten sor kerülni, és egy kicsit puskázom is. 13 órakor kezdődik a program, ami előre láthatólag 17 óráig tart, de természetesen, hogyha igény van rá, akkor ez tovább fog tartani. A Varró István szakiskola lesz a helyszín, és tervezzük ezen rendezvény keretében egy ismételt fegyverzettechnikai bemutató végrehajtását, közlekedési balesetek helyszínein készült úgynevezett vándorkiállítás bemutatását, be szeretnénk mutatni a bűnügyi technikusok munkáját. Ismételten a TISZA bevetési osztály, mélységi ellenőrzés és közterületi támogató osztály, ez a pontos nevük, beosztottainak segítségével szeretnénk egy látványos bemutatót tartani, és szeretnénk ismételten egy kutyás bemutatót, amennyiben erre még lesz lehetőségünk, és úgy tudjuk szervezni annak a bemutatását is. Tehát február 6-án, február 6-án 13 órától várják az érdeklődőket. Én merem ajánlani a kedves nézőknek, mert az augusztus 19-e is nagyon jó volt, látványos volt, és érdekes volt egyébként így a civil emberek számára. Személyi állomány tekintetében van-e változás, lesz-e változás, akár bővítés? Úgy gondolom, hogy a személyi állomány tekintetében február 1-én ugye végrehajtásra került egy tipizálás a rendőrségen belül, akkor a karcagi rendőrkapitányság plusz státuszokat kapott, tehát azt nem lehet kérni sem, úgy gondolom, meg újból elvárni, hogy most persze az lenne a jó, ha minél több rendőr lenne, én annak örülnék, de aránylag egy stabil állománya van a rendőrkapitányságnak. Természetes, hogy vannak mozgások, hiszen egy ilyen nagy létszámú szervezetnél
családi okok, egyéb okok miatt mindig van, aki máshova költözik, és mindig van, aki ide költözik. Nagyjából az elmúlt esztendőben ezek úgy kompenzálták egymást, ezek a távozások és érkezések. Várjuk fiatal rendőrök érkezését, majd március 1-jét követően, akikkel még tudjuk feltölteni az üresen lévő helyeket. Hogyha jövő januárban ismét egy évértékelő beszédet, interjút fogunk készíteni, akkor mit fog itt elmondani? Tehát magyarul most miben reménykedik, milyen évünk lesz? Én mindenképp a január már eltelt, tehát ha ez a folyamat folytatódik, már pedig úgy gondolom, hogy erre minden lehetőségünk és esélyünk meg is van, akkor újabb pozitív hírekkel tudok szolgálni, és azt tudom mondani, hogy továbbra is sikerült a lakosság szubjektív biztonságérzetén javítanunk, és az itt élő emberek biztonságát még inkább garantálnunk. Hát én kívánom, hogy így legyen, és biztos vagyok benne, hogy az idén még jó néhányszor fogunk itt találkozni a Karcag Televízió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött, és visszavárjuk majd egy következő beszélgetésre, és jó munkát kívánunk erre az évre. Én is köszönöm a lehetőséget, és természetesen minden kedves nézőnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.